A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarán március 6-án rendezték meg az idei Kazinczy Szép Magyar Beszéd versenyt, amelyet a kar tanácstermében tartottak. A Kazinczy díjat maga Pécsi Blanka művésznő alapította, és azóta tart ez a hagyomány. Itt a karunkon sok-sok éve megrendezik, most nem tudom megmondani az időpontot, és nagyon sok Kazinczy díjast mondhat magáénak a kar. Alapvetően a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék a szervezője. Olyan háttérmunka jár ezzel, amire sokan nem gondolnának, tehát a zsűritagoknak a fölkérésétől, az egyeztetésektől, a különböző adminisztrációs elintézivalóktól kezdve nagyon sok minden jár ezzel, de legfontosabb az, hogy a hallgatókat megnyerjünk ennek a versenynek. A megmérettetésen 19 diák vett részt egy szabadon választott 20-21. századi és egy kötelező szöveggel. Tiszta hangképzés, tehát egyáltalán az érthetőség erről a részről nagyon fontos. Másrészt pedig a változatosság, érthetőség és változatosság. Az egyik rész az az artikulációval függ össze, hogy hogyan, miképpen artikulál, azaz ejti tisztán az egyes hangokat, a szótagokat az illető. Másik pedig a szupraszegmentális eszközök alkalmazása, tehát a változatosság, hangsúly, hanglejtés, tempó, szünet, ritmus. Az utóbbi adja meg a savát borsát a szövegnek. És hát ez a kettő olyan szempont, ami persze részekre bontható, mert az első ugye az egyes hangejtésektől kezdve egészen a szótagejtésen, a beszédnek a megjelenítésének ezen a fajtáján múlik az, hogy érthető-e a beszéd. És hát nyilvánvaló itt is a tagolás, mert ha történetesen kihagy egy-egy magánhangzót éppen a tempó gyorsasága miatt, akkor nem biztos, hogy érteni lehet a szót. Az is nagyon kellemetlen a hallgató számára, ha úgy kell kikövetkeztetnie a többi részéből a szövegnek, hogy na most mit is akart az illető mondani, azaz ez a szó, mit is jelent. A változatosság az intonációtól kezdve, hogy ne maradjon egy hangon, a hangsúlyokat megfelelő részletegye, nem minden szó hangsúlyos, nem minden egyformán fontos, és hát elég gyakori hiba a ritmus hiba, a hosszú és a rövid szótagok váltakoztatása, hogy nekifut a szónak valaki, és akkor utána pattogva hangzik, ha rövid szavak következnek utána. Tehát egy egyenletesség a beszédben, és hát ez a dallamot is segíti, a beszédnek a dallamát is, meg hát változatosabbá teszi a szövegnek a megszólaltatását. A versenyt Fehér Evelin nyerte. Ő képviselti a Juhász Gyula pedagógus képzőkart a Kazinczy országos versenyén Esztergomban. Nagyon meglepődtem igazából, mert tényleg nagyon jók voltak a versenyzők is, és az elsőnél annyira nagyon izgultam, hogy így nem gondoltam volna igazából, hogy tényleg ennyire jól sikerül. De természetesen ugye nagyon örülök neki, és hát várom, hogy mi lesz tényleg az országosan.